Sziasztok! Üdvözlet a, és nagyon rég volt videó, és itt van velem a hugom! Mondd a neved. Evelyn. Eveline. Eveline. F-T. Evelyn. Na, szóval. És ez pedig itt egy Robloxos videó. Igen, rég volt videó, mivel iskolai időm, stb. De most ezt nem fogom elmagyarázni. Tehát ez itt a Word Simulator, és ezt a játékot főként az egyik barátnőmnek ajánlom, mert ő a madar, aki nagyon oda van, és ez egy bemutató lesz. Én azt szóval kezdjük el. Én azt tartom, hogy Bird. Bird. Bird-et mondtam. Már 3 madarat megvettem, és jelenleg nincs semennyi tokenem sem. Tehát akkor itt van egy Blue Jay, egy Mountain Quail és egy House Finch. Én most ezzel leszek, mert ez tud virágot is enni. Igen, azért is. Már fel van dolgozva a nyaka, amúgy nem. Na, mint látjátok, itt a madár. Jaj, úgy akarom, hogy bemutassam, nem mutatom. VASD-vel lehet menni, amikor a földön vagy, és nem repülsz. Amit látjátok, én most itt megyek vele. Jobb és bal klikkel tudok, igen, repülni. És amikor nem nyomod a semmit, akkor pedig ugye a levegőben, hát, hogy mondjam, suhan. Mondjuk úgy sem tudok virágot, csak virágot tudok enni. És most eszem, most is eszem, és most is eszem. Az a jó ebben a madárban, hogy ez mindent, ami... Tehát a virágból rengeteg van ezen a helyen. Meg gyümölcsből, meg gombából is, meg magokból is, tehát ő mindent meg tud enni, kivéve az állatokat, azt csak a sast tudja megenni, meg a bagoly, azt hiszem. És... Akkor és mennyibe kerül mondani? 300 token. Tehát minden egyes szinten lépésten, amit most ott láttok lenn, a bal alsó sarokban, ott van a szintem, és szintet léptem is. Amúgy ez 150 csak. Jó, de hát az most látom, hogy kaptam 5 tokent, és... most hát, ja, ennyi a lényeg igazából, hogy inni kell, ott van lenn, mi a szükségleted, meg ilyenek. És lehet csetelni, csak én nem tudok, mert hát nekem az ekerem ugye be van állítva a madárra, és amerre forgok az egér, arra megy a madár is, tehát akkor kezdjük el. Szóval, ott egy nyúl! Már adok rá hangot, mert nem hallani semmit. Na, szóval, ó, hát ez nagyon nagy lag volt. Lejjebb veszek. És, na, nagy lagok. Mondom, öj. És ugye az 1-es, 2-es, 3-as, 4-essel lehet csipogni. Tehát, hogy ja, kommunikálni a madarakkal. Az egy pók. Ott egy pók a falon? Az a baj. Nem vagyok. Ott voltak még ilyen. De nem baj. Hát tényleg. Aaaaaah. Mert ezek minden virág. Ott is volt még ilyen. Ez egy csomó madár, amit láthatok. Ott is van. És ilyen, nekem az a kék, ez megvan. Jól van! És én imádok madár lenni. Már nincs, hogyha a játék nagyon... Az a játék amúgy nagyon jól meg van csinálva, és nagyon tetszik. Meg hát minden. Ne itt beszélj, PLS. Plz. Oké. Szóval, egyébként minél több videó ötletet írtok a Robloxról, vagy bármonnan, tehát aki ad nekem videó tippeket, én miről vagyok videót, az megköszönöm a videó elején, hogyha ad nekem tippet. Kék a virág. Ott egy hód. Ha jól tudom, ez egy hód, vagy mi ez? Patkány. Pocok. Give me a hug, baby. Én jól érzem magam. Mag. És fel lehet repülni a front volt a fel. Jó, mindegy. Na, ez egy videó amúgy nem érdekel. La, 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 la. I believe I can fly. És most építjük a fákat. A grafika most építés árnyékolja a falombokat. Amúgy nekem nagyon tetszik ez a játék, szerintem megtaláltam, ebből elvitatottam, csak az a probléma, hogy a lába az nem animál. És mikor behajolsz felfele, vagy lefele, akkor elkezd brékelni. De amúgy semmi gond nincs vele. Ezek ilyen... Nem hallom a szerelet. Az a... Amúgy ez a fácán, ez 10 tokenbe kerül. Az alap az a legelső, az a valamilyen Finch, vagy nem tudom, az milyen neve annak mondanak magyarul, de hát jó. Ez valami Rigo, vagy nem tudom. Mindegy. Lényeg, hogy a legelső oldal az alapod. Tehát
fácán az 10-be kerül, és a kék madárvéreken meg van az... 30. Az 30 tokenbe kerül. És mindegyik madárral külön kell kezdened a szinteket, tehát úgy fog kell kezdened. Igen. És amúgy a szintet is ott ír fent a beszélni, ahol lehet beszélni, ott ír fent, mennyi tokenek van. Igen, ezt már mondtam, amúgy. És most csináljuk ezt a madarat. Leesett. És akkor ugye itt mutatja, hogy kettes szintű vagyok, és itt mutatja, hogy mennyit repülök, és hogy mennyi ételt ettem már meg. Ez az én egyik kedvencem. 16 métert repültem már vele. Én a 18-at végezem. És olyan cuki. Hát most figyeld, milyen aranyos. Hát most... 4 az olyan jó. Ezzel már 3-as szintű vagyok, és ő csak rovarokat tud enni, és magot. Tehát pókot tud enni, darazsat, mit? Hogy mutat kell lenni? Madár találkozó van. Szia! Mindig köszönjük bújra. Hi! Hi, my friend! Van neked szám madár? Van neked szám bírt? Brékeljünk. Brékeljünk, lát. Na most szaporodok vele, gyere. Hadd szaporodjak. Hi. Hát nem tudok beszélni. De most örülj, hogy bennem az a videóban replica T-Rex 215. Nem hiszem, hogy magyar, de hát, ja. Hát háj, akkor nem magyar. Hát van aki, én is hájjal szoktam köszönni bárkinek, mikor vagyok valakihez, vagy átnék valakihez, és találkozok valakivel, akkor hogy háj! Háj! Mekkora fák vannak? You wanna? Hát mi? Nem azt akartam mondani. Nem baj. Igazából ez. Breakdance. Kérem, most hallod a szelet? Csak annyira akad az egész játék, hogy lefékezünk, és akkor elkezdünk repülni. Annyira akad az egész játék, hogy zavar, de hát most ez van. Pedig nemrég lett mag. Vagyis darázs. Figyelj, ne leszem. Ham, bekapom. Finom volt. Nagyon. Most már... Stop it! Itt van még egy társ. Szia. Még egy társ. Szia. De a fácán szerintem az egész jó. De a legjobb az a sas meg a bagoly. Azok olyan jól lehetek ki. Csiga! Én a sasod ültök majd. Én meg a bagoly az olyan szép hófehér. És nagyon gyönyörű. Itt van még egy barát. Na, ilyen madárral kezdtek alapból. Hagyd már abba! Na. Amúgy bármilyen madarat meg tudtok venni, csak a tokenektől függ. De hát igen. Van ez így. És már megint 8 percnél járunk, de jó. Amúgy a fény miatt bocsi. Mert belekandikál a kamerába, és... Ő is benne akart lenni, mert nem szeretem, hogyha kirekeztem az ablakot a videóból. Szóval ott van szép szex. Ajj, de cool. Szép szexi ablak. Hát ez nem volt vicces. Ott egy nyug. Csiga! Csiga, Piku! Elrejtőzni. Ez a felkülőzány. Milyen grafikus nyúl, figyeld! Most úszik egy nyúlt. Nyuszi. Nyuszi, nem mondja! Nyuszi! Azt mondja, az vagy, meg tud enni? Azt tud, áll. Egy fecskő! Mi az? Mi ez is megette a nyulat? Mi ez? Ez melyik madár? Olyan, mint egy pingvin. Hát nézd meg, fekete felül, és fejlő felül. A pingvin az nem repül. De faj szerint kérdezem. Vaj. Nem, mert a vajról az tiszta fekete is, meg alul fehér látod. Inkább pingvin. Akkor nézd meg. Mert a pingvin az nem repül. Na, ha lesz el. Várjál már. Fekete. Hát de most ez is valami sasféle, vagy nem tudom. És ez sasféle. Mmm. Aranyás vagy.